Kassa volt a díszvendége a Budai Várban megrendezett 17. Budavári könyv ünnepnek. A háromnapos rendezvény a kassai születésű Márai Sándor emlékének jegyében zajlott, az író halálának 30. évfordulója alkalmából. A kezdetek óta minden évben hívunk meg díszvendéget, és eddig mindig határon túli magyar lakta településeket hívtunk meg főként. Néhány éven keresztül hívtunk meg magyar tájegységeket is, mármint magyarországi tájegységeket. Célunk az, hogy minél inkább bemutatjuk, hogy mennyire színes is a magyar irodalom. Márai Sándort a kassaiak és a budapestiek is egyaránt magukénak érzik. 1900 és 1919 között élt Kassán, műveiben gyakran emlékezik szülővárosára, az ott szerzett gyerek és fiatalkori tapasztalatokra, a városra, melynek lelkisége meghatározta életét. 1928 és 1948 között Budapest volt az otthona, ez a 20 év írói pályájának legtermékenyebb időszaka. Ez a két város volt a biztos pont az életében, tehát Kassa a család és a gyermekkor, és a tradíciók, a hagyományok, a polgárság, és Budapest pedig az íróvá válás, az ismertség, az írói életének egy nagyon fontos időszaka, és hát itt is ugye a polgárság képviselőjeként, és hát itt zajlott az élet, azért Budán felnőttként élte az írói életének mindennapjait, Kassán pedig ugye gyerekként, kamaszként, és a levelei alapján, gyerekkori levelei alapján Kassáról elvágyott Budapestre, a fővárosba, és hát ez megadatott neki. Kassán évente kétnyelvű, magyar-szlovák rendezvény keretében emlékeznek meg Márai Sándorról a költészet napján, április 11-én. Idén a magyar kormány hathatós támogatásának köszönhetően megnyílt az egyedülálló Márai Sándor emlékkiállítás. A város vezetése is fontos személyiségként és kapcsolódási pontként tartja számon az írót. Kassa mindig is több nemzetiségű, multikulturális városként volt számon tartva. A város vezetése fontosnak tartja, hogy a nemzetiségek kényelmesen érezzék magukat, hogy megélhessék eseményeiket, kulturális és más rendezvényeiket. Azért vettük szívélyesen erre a könyvfesztiválra a meghívást, mert Márai Sándor egy olyan személyiség, aki nagyon szorosan kapcsolódik Kassához. Egy író, akit nemzetközi szinten számon tartanak. Kassán született, és több műve a városhoz kötődik. Nagyon örülünk, hogy helyet kaptunk itt, és meg tudtuk mutatni, hogy Kassán mai napig együtt élünk ezzel az íróval, mondja a főpolgármester helyettes. Máraink kívül több szervezet és intézmény együttműködése a magyar kultúra és történelem is összeköti a két nagyvárost. Mondhatom, hogy ez már egy történelmi kapcsolat, mert annak idején Schuster főpolgármester úr 1997-ben kötötte az első testvérvárosi egyezményt, ami kulturális szintről, együttműködésről szólt. Örömünkre szolgál, hogy éppen az idén, januárban egy közös találkozón itt Budapesten tudtuk meg, és örömmel meg is erősítettük, hogy Budapest, tehát főpolgármesteri szinten, és Kassa szeretnék megerősíteni ezt a testvérvárosi vagy együttműködési szerződést egy újabb szerződéssel. Talán még az év végéig meg kellene történni. Nagyon sok intézmény együttműködik Kassa és Budapest között. Hát nem is közvetlenül a városok és a városvezetők együttműködéséről van szó. Több intézmény, iskolák, egyetemek, levéltárak és sportegyesületek. És az a jó, hogy erre lehet építeni, mert a két város történelmileg is összekapcsolódik, mondhatjuk, de már nem csak a közös történelemre, hanem a közös további célokra is lehet építeni. A magyar nyelv és könyv ünnepén a bemutatkozik Kassa programsorozat keretében fellépett Kovács Marcell népzenész és Molnár István gitárművész. A rendezvényen 28 könyvkiadó és 9 kulturális intézmény mutatkozott be.